Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Acél Réka vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Bérbeadás, bérbevétel adózási szabályai, költségek elszámolása, bizonylatolás. Fesztiválok Siklóson. Idén is megrendezik a Siklósi Várfesztivált augusztusban. Életépítés, pályaorientáció, önismereti tábor gyerekeknek. Magyarországi német dallamok csendültek fel a Jókai téren. Térzene sorozat Pécsen. A felvételi ponthatára kihirdetését követően jelentősen megnő az érdeklődés a kiadó lakások iránt. Az ingatlan bérbeadása és bérbevétele során mindkét félnek fontos figyelnie néhány adózási szabályra. A témában a NAV Baranya vármegyei sajtóreferensét, Barlai Krisztinát kérdeztük. Pécsen július 24-én szerdán este lesz a pontot parti, vagyis kihirdetik a felvételi ponthatárokat. Ettől kezdve a diákok albérlet iránti érdeklődése megnő. A kiadó ingatlanok bérbeadása és bérbevétele során fontos adózási szabályokra kell odafigyelni, mondja Barlai Krisztina, a NAV Baranya vármegyei adó és vámigazgatósága sajtóreferense. De vajon hogyan lehet folytatni a bérbeadási tevékenységet? A bérbeadási tevékenységet lehet folytatni egyéni vállalkozóként, önálló tevékenységet folytató adószámos magánszemélyként, és lehet adószám nélkül is simán magánszemélyként. Na, oda kell arra viszont figyelni, hogy a nyilvántartási kötelezettség, az adóelőleg megállapítási és megfizetési kötelezettség mindenkire vonatkozik. Felmerül a kérdés, vajon a bérbeadás során keletkező költségeket hogyan számolhatja el a bérlő? Kétféle költségelszámolást lehet választani, az egyik a 10%-os költséghányad, ebben az esetben a bevételnek a 10%-a lesz költség, 90%-a pedig jövedelem. Ebben az esetben nem kötelező a költségszámlákat gyűjteni. A másik költségelszámolási mód a tételes költségelszámolás, ebben az esetben viszont csak és kizárólag a tevékenységgel kapcsolatban felmerülő, szabályosan bizonylatolt költségeket lehet elszámolni. Barlai Krisztina hozzátette, nem számít bevételnek a lakás rezsijének összege, ha a bérbeadó az igénybevétellel arányosan a tényleges víz, villany, gázfogyasztás alapján hárítja a bérlőre. Amennyiben a bérlő fix összegű bérleti díjat fizet, amelyben benne van a rezsi is, akkor ez az összegbevétel lesz a bérbeadónál, amellyel szemben a közüzemi szolgáltatóktól kapott számlákat érvényesítheti költségként. A kapott bérleti díjat bizonylatolni kell, ezt a következőképpen teheti meg a bérbeadó. A kapott bérleti díjról mindenképpen bizonylatot kell kibocsátani. Ez lehet számla, nyugta vagy pénzátvételi elismervény. Nagyon fontos, hogy ne csak kiállításra kerüljön ez a bizonylat, hanem át is legyen adva a bérlőnek. A bérlőnek is érdeke, hogy minden egyes kifizetett bérleti díjról bizonylattal rendelkezzen. Ezáltal a bérlő nagyon sok kellemetlenséget elkerülhet. A NAV folyamatosan ellenőrzi a bérbeadókat, próbálja kiszűrni a tevékenységüket illegálisan folytatókat. A hivatal adatbázisaiban fellelhető adatokat is felhasználják a revizorok a nem jogkövető adózók felderítése érdekében. További információ a www.nav.gov.hu oldalon olvasható. A Siklósi Várfesztivált augusztus 9-e és 11-e között rendezik meg a Siklósi Várban. A tradicionális történelmi helyszínen lovagi tornák, látványos felvonulás, fergeteges koncertek, hagyományőrző programok, csatajelenetek és még sok meglepetés várja a látogatókat Siklós legnépszerűbb rendezvényén. A polgármester és a szervezők a sajtóképviselőit tájékoztatták a várható eseményről. Közel 10 éves hagyománya van a Siklósi Várfesztiválnak. Ezen idő alatt különböző formában és tartalommal rendezték meg a hagyománytőrző városi rendezvényt. Már januárban kezdődik a fesztivál szezon szervezése. Siklós készül az augusztusi 3 napos rendezvénysorozatra, mely igazán izgalmas, változatos és szórakoztató lesz, mondja Rigl Gábor polgármester a sajtótájékoztatón, melyet a Castello Hotelban tartottak meg. Ez mindig két lábon áll, ez a program. Az egyik lába ennek a hagyományőrző csapatok, illetve az értékek bemutatása,
ami a siklósi vár történetiségéből fakad, és ezt mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt a lábat ezt évről évre életbe tartsuk, és ha lehet, akkor egy picit bővítsük mindig az ide érkező hagyományőrzőinknek a létszámát is, és természetesen azt a produkciót, azt az előadást, amit itt nyújtanak. A középkor szinte megelevenedik, idén is így lesz. Augusztus 9-én pénteken már megérkeznek a hagyományőrző csapatok, teszi hozzá a polgármester. Péntek délelőttől már elindulnak a hagyományőrző programok, egészen a csatajelenetekig bezárólag, itt a török megszállástól kezdve viking csapatok érkeznek a városba. A táborverés önmagában egy nagyon látványos dolog a vár környezetében, és ez a három nap gyakorlatilag arról szól, hogy bemutatjuk azt, hogy a középkorban, abban a korban, amikor ezek a csapatok, ezek az emberek éltek, és ezek a csapatok egyébként a csatáikat vívták, akkor milyen eszközökkel tették ezt, hogy tették, és próbáljuk ezt úgy bemutatni, hogy a legkisebbeket is, és a legidősebbeket is közel tudjuk engedni, meg tudják fogni, élni, simogatni ezeket az eszközöket, ezeket az embereket, és egy kicsit bele tudjuk vinni őket a középkornak a mindennapjaiba. A fesztivált koncertek színesítik a várkertben a nagy színpadon. A fiatalabb és az idősebb korosztály is kedvére szórakozhat, hiszen többek között jön Nagy Ferro és a Beatrice is. Fontos, hogy kulturális létükben a helyi előadók, civil szervezetek, egyesületek is helyet kapjanak a rendezvényeken, hangsúlyozta Riglő Gábor. A siklósi termálfürdő idén kapcsolódott a fesztiválhoz kedvezményes belépővel. Valaki a kinyomtatott jeggyel jelentkezik a recepción, akkor a normál áru jegyből 10% kedvezményben részesül, így ki lehet pihenni az előző napi fáradalmakat. És úgy kapcsolódunk mi össze, hogy a vár adja a kulturális programot, a fürdő adja a rekreációt, a fesztivál pedig a szórakozást, és ugye ezek az elemek fontosak ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. A siklósi várfesztivált augusztus 9-e és 11-e között rendezik meg a siklósi várban. Rövid híreink következnek. Július 15-től augusztus 20-áig tart az ítélkezési szünet a bíróságokon, közölte az Országos Bírósági Hivatal. Ilyenkor nem tartanak tárgyalásokat. Polgári eljárásokban a határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is többek között soron kívüli eljárás, előzetes bizonyítás esetén a végrehajtási perekben és egyes nem peres eljárásokban, például cégeljárás, csőd és felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bíróság az ítélkezési szünet ideje alatt is eljár az előállításos ügyekben, a gyorsított eljárásokban, valamint kényszerintézkedéseknél. Az egyes bíróságok kezelőirodái ítélkezési szünet alatt is nyitva tartanak. Elvétve akadt élelmiszerbiztonsági gond a nyári táboroknál. A nyári szezonális ellenőrzés célterületei közül a nyári táborok sem maradtak ki. Az élelmiszerlánc biztonsági szakemberek országosan 115, csak nem 6300 főt ellátó tábor étkeztetési tevékenységét ellenőrizték. A feltárt hibák jellemzően higiéniai hiányosságokból adottak. Az akció során mindössze 6 esetben indult eljárás, összesen mindegy 1 millió forint értékben szabott ki bírságot a hatóság. A pályaorientáció nagyon fontos téma a fiatalok körében. Ennek nehézségeit próbálja enyhíteni az Élményzóna Egyesület önismereti táborával. A gyerekek egy héten át játékos formában ismerkedhetnek az életépítéssel. Az Élményzóna életépítés pályaorientációs táborába látogattunk el stábunkkal. A gyerekek éppen egy szituációs gyakorlaton vesznek részt, amely nagyban hozzájárul az önismerethez. A hét első napja mindig ismerkedős játékokkal indul, mondja az egyik táborozó, Sárkány András. Az első nap az mindig ilyen ismerkedés, és tudjuk, hogy így arról a topikán van, hogy mit csináljuk, hogy így mi lesz az életünkből, hogy ismerjük magunkat, meg ilyesmik. Nem ez az első alkalom, hogy a szervezők erre a táborra is várják a gyerekeket. Az egyhetes foglalkozást 7.-8. osztályos gyerekeknek ajánlják, akik a pályaválasztás előtt állnak. A tábort 3 évvel ezelőtt rendeztük meg legelőször, körülbelül hasonló létszámmal, mint most. Most 11 fő tartózkodik a tábor területén, és pályaorientációval, életpályatervezéssel és egyfajta önismerettel foglalkozunk egész héten a gyerekekkel. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, van igény ezekre a foglalkozásokra, hiszen az önismeret már fiatal korban is nagyon fontos, nyilatkozta Horváth Majoros Krisztina.
A tábor célja, hogy a gyerekek minél előbb tiszta képet kapjanak arról, mivel szeretnének foglalkozni a jövőben. Én azt gondolom, hogy minél előbb tisztában van valaki a saját képességeivel, annál tisztábban tudja majd látni azt, hogy mi fogja érdekelni a jövőben. És én azért gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy minél előbb ezt elérje ezt a pontot az ember, mert így sokkal több információt tud befogadni, sokkal több információhoz tud hozzájutni, és így azért azt gondolom, hogy nagyobb az esélye annak, hogy olyan szakmában vagy olyan foglalkozással tudjon haladni tovább az életében, ami tényleg örömmel is eltölti, és nem csak egy szimpla munkahelyként szolgál. A tábor zárásaként a szülők is betekintést kaphatnak az elmúlt egy hétről. Ez segítséget nyújt nekik is, hiszen így tisztább kép tárul eléjük arról, milyen irányba érdemes terelni a gyermeküket. A zárás nálunk pénteken van, és ez nagyon fontos pontja a tábornak. Nem csak egy szimpla zárásra kell ilyenkor gondolni, hanem ilyenkor adunk a szülőknek is mi is visszajelzést, és a gyerekeket felkészítjük a héten arra, hogy egy körülbelül 25-30 percben minimum tudjanak arról beszélni, amit itt egyrészt a táborban elhangzott, és hogy mennyi mindent tudnak magukkal vinni ebből az 5 napból. És ez nagyon sokat szokott segíteni a szülőknek a továbbiakban, mert nyilván 5 nap alatt nem lehet csodát tenni, viszont egy nagyon jó elindítása egyáltalán a gondolkodásnak ebben a témában a szülők és a gyerekek körében is egyaránt. A szervezők tervezik a következő években is megrendezni ezt a tábort, hiszen az önismeretnek nagy szerepe van a pályaválasztásnál. Szívügyüknek érzik a gyerekek és szüleik segítését egy ilyen fontos témában is. Rövid hírekkel folytatjuk a híradót. Július közepén 9 nap alatt 22 országos és fővárosi melegrekord dőlt meg, ebből 13 hajnali melegrekord volt. A mérések szerint július 11-től 6 napon át minden nap megdőlt az országos melegrekord, ebből 3-at a Bács-Kiskun vármegyei Kelebia, 3-at a Hajdúbi Arvár megyei Körösszakál tudhat a magáénak. Folyamatosan apad a Duna a teljes magyarországi szakaszán, a folyóvízállása alacsony. Az elmúlt évek során igen alacsony volt nyaranta a Duna vízállása, ezért már szokatlannak számít ilyen tájt a nagyobb vízszint. A hónap eleje óta már csaknem 1 méterrel csökkent a folyó vízállása a Mohácsnál, és a következő napokban is folytatódik az apadás. Az előrejelzés szerint a hétvégéig tovább csökken a vízszint, ami így 3 méter körül alakul majd. Ez azt jelenti, hogy egyre több helyen kerülnek felszínre a homokos partszakaszok. A folyó vízhőmérséklete kedden már csaknem 25 fokos volt. A Lénau háza pécsi német önkormányzattal közösen több éve rendez minden nyáron térzenét Pécsen a Jókai téren. Ez idén sincs másként. A hétvégén a Schomberger Dorf muzikánten adott koncertet az érdeklődőknek. A Schomberger Dorf muzikánten zenekar leginkább magyarországi német hagyományőrző zenével foglalkozik. A térzene sorozatra is ilyen darabokkal készültek a közönségnek. Szerencsére sokan ellátogattak a hétvégi koncertjükre. A Schomberger Dorf muzikánten 2003-ban lett alapítva, tehát az elmúlt évben ünnepeltük a 20 éves jubileumunkat. Jelenleg 25-30 fő közti taglétszámunk van, itt a szereplésen most 21-en voltunk csak. A korosztály az egy ilyen, hát általános iskola végétől egészen felnőtt korig vannak tagjaink. Első körben magyarországi német zenéket játszunk, de egyre jobban mi is igyekszünk ez a bőmismér is, tehát a csemorva a zenevilágból zenéket szerezni, ugyanis az sokkal jobban közönségbarátabb, sokkal jobban meg lehet mozgatni a közönséget ezekkel a számokkal. Természetesen a magyarországi németek is gyönyörűek, szeretjük őket játszani, közönség is szereti, de a közönségnek is kell játszanunk. A zenekar javarészt fiatalokból áll, akiknek fontos a magyarországi németek népdalkincse. Az együttes fennállása óta számtalan sikerre tett szert. A januárban megrendezett magyarországi németek országos gáláján is színpadra állhattak Budapesten a kongresszusi központban. A 20 év alatt rengeteg szereplésünk volt, ahol rengeteg sikerrel nagyon jól szerepeltünk. A Landesrat által kiírt versenyeken többször is részt vettünk, kiemelt arany és arany minősítéseket értünk el. Az előző évben az országos versenyre is eljutottunk, Csolnokra,
és ott pedig, mivel nem osztanak már első-második helyet, illetve minősítést, hanem az országos gálára kaptunk meghívást szerepelni, és akkor az azért egy elég nagy megtiszteltetés ott szerepelni. A fiatalok számára kiemelten fontos, hogy egy ilyen összetartó közösség tagjai legyenek. Blum Zsanett elmondta, a zenekar tagjai nem csak próbák alatt találkoznak, hanem más közös programokat is szerveznek. Véleménye szerint ez nagyon fontos. A zenekar azért nagyon jó, meg a közösség is, mert rengeteg időt töltünk együtt a zenekarba, a próbákon, fellépéseken és azon kívül is, és ez nagyon is meglátszik a csapatnak az összetartásán, hogy együtt megyünk nyaralni, együtt megyünk különböző eseményekre, és ezzel is csak közelebb kerülnek a tagok egymáshoz. A Lénauház egész augusztusban várja az érdeklődőket a térzene sorozatra. Minden vasárnap más és más magyarországi német zenekarral találkozhat a közönség. A szervezők a hagyományok továbbadása érdekében szeretnék a programsorozatot a következő években is megrendezni. A régió híreivel folytatjuk. 5. alkalommal rendezték meg a hétvégén Kétyen a Kolbásztöltő Fesztivált, amit idén is a finom illatok és a baráti légkör jellemzett. A csapatok délelőtt megkapták a húsokat, majd elkezdődött a töltés és a sütés. Sülnek a kolbászok a kétyi kolbásztöltő fesztiválon. Az idei rendezvény pályázati forrás nélkül az önkormányzat költségvetéséből és támogatók segítségével valósult meg. A fesztivál még 2019-ben indult hagyományteremtő jelleggel. Úgy néz ki, hogy tetszik a lakosságnak, tetszik a közönségnek, sikerült mindig olyan programokkal feltölteni, amik tartalmasak és érdekesek, ezért nagy örömnek örvend, tehát nagyon sokan szeretik ezt a rendezvényt, és akkor így látszik, hogy 22 csapat indult, tehát szerintem ez egy jó kis rendezvény. A kolbásztöltés ötlete a kezdetektől fogva praktikusnak tűnt, ezért is esett erre az ételre a szervezők választása. Ennek a sok embernek végül is az élelmezéséről valamilyen úton-módon gondoskodni kell. Az a legegyszerűbb, hogyha mindenki saját maga készíti el az ő ebédjét, nevezzük így, és a legkézenfekvőbb és a legegyszerűbb véleményem szerint egy kolbásztöltés. Hát hogyha ilyen bográcsos kajába gondolkodunk, akkor van, aki fával csinálja, van, aki gázzal csinálja, tehát itt most nekünk a legjobban, ami bevált, ez a gázon készített étel, és a kolbászt azt mindenki szereti. A felvidékről érkező érsek Kéty 26 éve testvértelepülése Kétynek. A delegáció mindig örömmel érkezik a fesztiválra. Ők a kolbászhoz vörösbort is tesznek. Ez ilyen hazai ízek nálunk lényegében, ilyen igaz szexárdis borvidék, de mi is hozzáteszünk, nem tudom, mindig hozzáteszünk egy kevés ilyen vörösbort, egy-két deciről van szó, ugyebár, sőt nem sokat, de nem tudom, hogy miért másabb, de nekünk ez egy ilyen hazai érzés. Érdekesség, hogy Lengyelországban is található egy Kéty nevű település, a kis lengyelországi Vajdaságban, innen is érkeztek vendégek. Évek óta ellátogatunk ide Kétyre, a polgármester úr meghívására, mondja a lengyelországi Kéty alpolgármestere. Nagyon sok szeretettel jövünk ide, hogy meg tudjuk kóstolni az itteni kolbászokat. A jó hangulatú napot az esős időjárás sem zavarta meg. A kolbász töltésre idén 22 csapat jelentkezett. Bár a héten az elmúlt időszakhoz képest csökken a hőmérséklet, a nyári meleg még mindig velünk van. A hőség házi kedvenceink számára is megterhelő lehet. A legfontosabb tudnivalókról kérdeztük az állatorvost. Az idei nyár eddig extrém hőséget hozott, sorra dőltek meg akár több évtizedes melegrekordok, melynek következtében a szakemberek hőségriasztásokat is kiadtak. Az időjárás a házi állatainkat is megviselheti. Hogyha benti állatról van szó, akkor érdemes nekik egy kicsit a légkondicionálót, hogyha van nekünk bekapcsolva hagyni napközben, erre nem kell nagyon lehűteni a házat, de azért egy kicsit mérsékelni a hőmérsékletet. Hogyha kinti állatról van szó, akkor nagyon fontos az árnyék, a folyamatos vízellátás, tehát inkább 2-3 bödörbe tegyünk nekik vizet otthonra napközbenre, azt is lehetőleg árnyékba.
figyelni kell, hogy az árnyék az nyilván arrébb megy, tehát nem elég, hogy van egy árnyék, mindig a kutya tudjon árnyékba húzódni, árnyékba vonulni. Ami nagyon fontos, kutyát, nyilván gyereket sem hagyunk autóban ebben az időben, még rövid időre sem. Tehát úgy kell szervezni a programokat, hogy a kutya vagy jön velünk, vagy pedig otthon marad. Nincsen az, hogy beugrunk a boltba egy pillanatra, mert könnyen megvan a tragédia. Az autó pár perc alatt akár 50-60 fokra is felmelegedhet, ezért nem szabad bent hagyni a házi kedvenceket. A kutyákat vízzel is hűtetjük. Én azt gondolom, hogy egy érzékeny bőrű kutyát a klóros medence vízben nem kéne betenni. Ugyanakkor lavorba kitenni, vagy egy gyerekfürdetőkádba kitenni neki hideg vizet, hogyha szeret a kutya fürdeni, ebből bele is fog feküdni, és fogja magát hűteni. Lehet őket lelocsolni, lehet őket nedves rongyal törölni. Tehát mindent megtenni arra, hogy annak érdekében, hogy hűljön le a bundájuk. A macskák könnyebben el tudnak bújni, könnyebben találnak maguknak hűvös helyet. Egyébként ezeket a kutyákat, hogyha kinti kutya is, én azt gondolom, hogy meghálálják, hogyha be vannak engedve legalább a hűvösebb előszobába, és ott ki tudja magát egy kicsit pihenni, hogy lehűljön egy kicsit, meghálálja azt a kutya. Fajták tekintetében hatalmas különbség van, igen, a rövidfejű kutyák, mops, bulldog, tehát mindegyik, amelynek ilyen gömbölyt feje van, ők különösen veszélyeztetettek ebben az időszakban, úgyhogy őket napközben nem szabad sétáltatni, csak hajnalban, amikor még hűvös van, illetve késő este. Ez egyrészt a hőmérséklet miatt, másrészt, ami nagyon fontos, hogy ilyenkor az aszfalt beton nagyon felmelegszik, és a tappancsuk megég. Az állatok hőgutát is kaphatnak. Ennek tünetei a fokozott lihegés, nyúlós nyálképződés, remegés, szédülés, hányás lehetnek. Ekkor azonnal árnyékba kell vinnünk az állatot, nem hidegvizes, nedves rongyal törölgetni, és felkeresni egy állatorvost. 11 ezeren vettek részt az idei 42. Balaton átúszáson Réf Fülöp és Balatonboglár között. A hagyományokhoz hűen most is volt fél táv, vagyis 2,6 km, és át is lehetett evezni a két part között. A legjobb eredményt 1 óra 1 perc 54 másodperces úszással Barabás Imre és Hartmann Máté érték el. A nevezőknek külön kihívást jelentett a délelőtt megerősödő szél. Reggel 7 órakor indultak el az első úszók Réf Fülöpről, hogy teljesítsék az 5,2 kilométeres távot. Az első célba érkezők, szinte végig egymás mellett. Ezek pedig már a célba érkezés pillanatai. A leggyorsabb fiatalok kevesebb, mint 1 óra 2 perc alatt úztak át a déli partra. Korlátot fogjátok, csúszik a lépcső. Az úszók egymás után csobbantak a vízbe, van, aki csak a felére, de a többség a teljes táv leúszására vállalkozott. A délelőtt során megerősödő szél sokak számára megnehezítette az úszást. Most igazából a hullámok, ami nagyon megerőltető számomra. A távban nem lenne, vagy hát a hajók közt távban nem lenne nagyon nagy probléma, de a hullámok nagyon rátesznek erre az egészre. A résztvevők biztonságát 150 vitorlás, 3 kórházhajó, vízimentők és vízirendőrök szavatolták. A szél nem csitult, így a szervezők 11 órakor 1 órára felfüggesztették a rajtot, ám 12:30-től újraindulhattak az úszók. Ez nem egy veszített víztükrő, mint egy medence, ahol beugrasz és nincs semmi probléma, nincs alattad a kék csempe, nem látod, nincsenek ott 33 méterenként a fal, amikor kicsit megkapaszkodsz, itt 50 méterenként vannak a hajók, tehát egy teljesen más, és aki nem gyakorlott, az kicsit nehezebben veszi a hullámokat. Először vett részt a kihíváson a hamarosan az Egyesült Államokba utazó Kapu Tibor kutatóűrhajós is. Sokkal másabb, mint a medencében úszni. Medencében sok időt is tudtam volna sajnos teljesíteni. Mi általában 25 méteres medencében gyakorlunk a srácokkal, ami azt jelenti, hogy 25 méterenként el tud magad lökni a faltól. Úgyhogy jóval gyorsabb vagy, mint itt a Balatonnak a nyílt vízén, de ettől függetlenül tényleg hatalmas élmény. A résztvevők között sokan azonban már nem először győzik le saját magukat a táv teljesítésével. Gurbán Béla az abszolút rekorder, hiszen mind a 42 átúszáson részt vett, és teljesítette is az 5,2 kilométert. Átérek, és gyakorlatilag visszanézek. Mondom, Béla, a mindenségét, na megint legyőzted saját magad. És hát a nagy vágyam az unokákkal szeretném átúszni. Úgy húzzák ki a nagypapát a vízből. A 42. Balaton átúszáson 11 ezeren vettek részt.
Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Bérbeadás, bérbevétel adózási szabályai, költségek elszámolása, bizonylatolás. Fesztiválok Siklóson. Idén is megrendezik a Siklósi Várfesztivált augusztusban. Életépítés, pályaorientáció, önismereti tábor gyerekeknek. Magyarországi német dallamok csendültek fel a Jókai téren. Térzene sorozat Pécsen. Szerdán fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést. Szorványosan alakulhat ki eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szél élénk, erős lesz. Délelőtt 23 és 28, délután pedig már 29 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!